Kétnapos látogatáson vesz részt Németországban Novák Katalin. A magyar köztársasági elnököt Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök katonai tiszteletadás mellett fogadta a berlini elnöki rezidencián. A magyar államfő a közösségi médiában arról számolt be, hogy a pénteki nap közös ima reggelivel indult, illetve arra hívja fel a figyelmet, hogy a német és a magyar alaptörvényben is szó szerint szerepel az Isten és ember előtti felelősségünk tudatában kifejezés. Programja során Novák Katalin a német államfővel és a Bundestag elnökével Bärbel Bászsal is megbeszélést folytat, részt vesz plenáris ülésen is, valamint kitüntetést ad át a német parlament korábbi elnökének, Wolfgang Schäublének.